A választókerület 26 települése részesült abból a 2000 darab béres cseppből, melyet Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő sikeres közbenjárásának köszönhetően a Béres Gyógyszergyár ZRT ajánlott föl. Az immunerősítőket dr. Juhász Attila Simon, a megyei közgyűlés elnöke hozta el és osztotta ki Füzesabonyban kedden, melyeket a környékbeli polgármesterek vagy az önkormányzati képviselők vettek át. Városunk 200 darabot kapott a felajánlásból. Ennek az lenne a célja, hogy azok az idősek, akik a szociális ellátórendszer szempontjából egyébként is látókörben vannak a településeken, ők meghapassák, hiszen a legveszélyeztetettebb korosztály az idősek, és az ő erősítésük, az ő immunrendszerüknek a javítása lehet az egyik fontos célja ennek a béres csepp támogatásnak. A közgyűlés elnöke elmondta, pozitívak a tapasztalatai, azt látja, hogy a lakosság döntő többsége betartja a kijárási korlátozás szabályait. Azt tapasztalom, hogy a polgármesteri hivatalok, polgármester kollégák és a települési önkormányzatok nagyon pozitívan állnak ehhez a dologhoz, jól hajtják végre azokat a feladatokat, amelyeket a kormányzat meghatározza részükre, illetve proaktívan, önálló módon is lépnek, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ki a saját településének a sajátosságra a figyelembevételével hoz intézkedéseket és működteti a rendszert. Én azt látom, hogy fegyelmezetten mennek a dolgok itt Heves megyében. Nyilván vannak kilengések, itt ez a jó időnek volt köszönhető ilyen motoros találkozók és egyéb ilyen kis adhok jellegű bulik, de összességében azt gondolom, hogy úgy az ellátórendszer, mint a lakosság fegyelmezetten és céltudatosan dolgozik ebben a helyzetben.